Jótékonysági bált rendeztek Kistarcsán a Katalin és az Erzsébet névnaphoz is kapcsolódóan november 23-án. Az est bevételéből, a belépőjegyek és a tombola árából a kistarcsai templom sétány adventi díszkivágítását korszerűsítik. A sétány kialakítására több 10 millió forintot költött az önkormányzat. Ez a rendezvény már komoly hagyományokra tekint vissza, mert nem első alkalommal fogunk össze a vállalkozók baráti körével, hogy a város valamelyik pontján egy jótékonysági célú beruházást közösen, közös erőfeszítéssel megpróbáljuk úgymond összehozni, nyélbeütni. És most is ez történik, most éppen a templom előtti tér díszvilágításának a létrehozására gyűjtögetjük a hozzávalókat. Az önkormányzat hogyan járul ehhez hozzá? Hát többek között például ennek a helynek a biztosításával, egyébként pedig nyilván részt vettünk a vendégsereg toborzásában is, amihez azért nem kellett nagy ösztöke, mert nagyon szívesen jönnek az emberek, hogyha jó célért tudnak összefogni, és büszke is vagyok erre a társaságra, akik jól ismert arcokból állnak össze. Valamennyi Erzsébet Katalin bálon van már egy törzs közönség, legalább 100 főre rúg már, akik mindenhol mindig ott vannak, és segítik ezeket a jótékonysági, illetve azt mondom inkább, hogy közösségi célú erőfeszítéseinknek a megvalósítását. A templom előtti tér felújításából jócskán kivette a részét a kistarcsai önkormányzat. A vállalkozók baráti köre által szervezett díszvilágítás az már gyakorlatilag az íre a pontot teszi föl, hiszen a templom előtti tér beruházása, amelyet az önkormányzat végzett, és közel 40 millió forint értékben készítettük el ezt a templom előtti sétányt és a hozzátartozó térbútorokat és egyéb kiegészítőket, ennek a végső díszítő eleme következik be most. Tehát gyakorlatilag az önkormányzat azért azt kell, hogy mondjuk akkor, hogy több 10 milliós nagyságrenddel járult hozzá, és a civil összefogás pedig fölteszi a pontot az íre. 2006-ban kitett díszeket cserélnek le, illetve újítanak fel a templom sétányon. És újabbak kerülnek ki, állítólag szebbek, színpompásabbak, színesebbek, fényesebbek, úgyhogy ezt látni fogja Kistarcsa város lakossága. És amikor ezt 2006-ban kirakták, akkor is voltak szkeptikusak, hogy minek ez. Hát a környékbeli településeken mindenhol van, tehát Kistarcs akkor belépett ebbe a sorba, és nagyon nagy sikere volt. Tehát amikor ezt a fórumokon, közmeghallgatásokon szóvá tették pozitív előjellel, akkor sokan dicsérték, hogy nem tudják, hogy ki volt az, aki ezt kitalálta, de nagyon jól tette, mert a városi ranghoz ez is hozzátartozik. A vállalkozók hány százaléka jön el erre a bálra, és meg is említhetünk akár néhányat a vállalkozók köréből? Hát szerintem lélekben sokkal többen vannak együtt. A vállalkozók baráti köre azért az egy elég szűk társaság, tehát az aktív tagok száma az szerintem a városban lévő vállalkozóknak egy töredéke, de nem is ez a lényeg, mert ez olyan kötelezettségekkel jár, össze kell nekik néha jönni, megbeszélni a teendőket, erre nem jönnek rá. Tehát van egy lelkes mag, az lelkes mag meghatározza a célokat, ezt elmondják, és van, aki úgy csatlakozik rá, hogy tagsági díjat nem fizet, de amikor jótékonysági rendezvény van, vagy bármilyen rendezvény, főzőfesztivál, mindenki karácsony, akkor ott van, és támogatja a várost, és a városon keresztül a vállalkozókat, vagy fordítva. A bál főszervezője Juhász István, a kistarcsai vállalkozók baráti körének elnöke, aki nem mellesleg önkormányzati képviselő is, a testület költségvetési bizottságának az elnöke. A főszervezőnek a feladata, hát mondhatnám azt, hogy minden, ami a bállal kapcsolatos, tehát meg ugye minél több embert összegyűjteni, a zenekart lefoglalni, ugye az étellel kapcsolatos teendők, illetve hát itt fogadni a vendégeket, és hát gondoskodni arról, hogy az lehetőleg mindenki jól érezze magát. Hányan jönnek el egy ilyen bárra? Hány vállalkozót sikerül
megszólítani? Hát én azt gondolom, hogy itt ezt nem tudjuk elkülöníteni, tehát nagyon sok vállalkozó is van köztünk, illetve nagyon sok olyan civil szervezeti személyiség, illetve csak egyszerű, ha így lehet ezt mondani, és nyilván ezt nem legalább állampolgár, aki szeretné magát jól érezni, illetve úgy érzi, hogy támogatandó az a cél, amit kijelöltünk. Úgyhogy olyan 165-170-en vagyunk most jelen pillanatban, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó létszám, hiszen manapság nagyon nehéz egy ilyen bált megtölteni létszámmal. Az emberek, mint tudjuk, tele vannak gondokkal, problémákkal, és egy kicsit nehéz őket ebből kibillenteni, de én azt gondolom, hogy itt, ahogy mutatja itt a háttér, hogy ez most itt sikerült nekünk ezt megtenni. A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körét 2005-ben alapították meg. Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre mikor alakult meg, hány tagja van, és hogyan tudják segíteni egymás munkáját? 2005-ben alapítottuk meg néhány vállalkozó barátommal a Kistarcsai Vállalkozó Baráti Körét. A célkitűzésünk ugye kettős volt. Az egyik az, hogy így, ahogy tetszett kérdezni, hogy egymás segítve dolgozzunk, hiszen nagyon sokszor volt az, hogy kistarcsai vállalkozók nem is ismertük egymást, nem ismertük egymás tevékenység körét. Én azt gondolom, hogy ebben jelentős eredményeket értünk el, illetve a másik célja az volt, hogy úgy éreztük, hogy abban az időben, és hál' Istennek ez most már nem így van, hogy Kistarcsa egy kicsit ilyen alvó település volt, és szerettük volna ebből kimozdítani. Nagyon sok olyan rendezvény van ma Kistarcsán, illetve nagyon sok olyan, mint például a karácsonyi díszkivilágítás, ami tulajdonképpen hagyományteremtőként mi találtunk ki, vagy sorolhatnám itt a mindenki karácsonyát, a világosítást, tehát tulajdonképpen arra törekedve ezzel, hogy Kistarcsát egy kicsit fejlesztjük, segítsük ennek a fejlődését, az önkormányzattal közösen olyan dolgokat találunk ki, vagy tegyünk meg, ami még nem volt ebben a városban. A polgármester szerint a polgárok jól tudják, mire van szükség Kistarcsán. Itt nyilvánvalóan a nagyobb lélegzetű programok mellett, mint például a tornacsarnok építése, vagy az internáló tábor területének rehabilitációja, beruházási igénye mellett, a leginkább, mint mindenhol máshol, az is érdekli a lakosságot, hogy a közvetlen környezetében azt az apró pici problémát, ami éppen egy kátyú betömése, vagy egy járdaszakasz megépítése, vagy éppen díszfák telepítése, jelenthet egy olyan közérzetjavító intézkedést, amelytől a polgártársaink egy picikét jobban érzik magukat, és azt gondolják, hogy az önkormányzat akkor talán ő rájuk is figyel, és velük is foglalkozik. A térség országgyűlési képviselője szerint Kistarcsa egy fejlődő város, ráadásul nem is adósodott el a település. Néhány héttel ezelőtt nagyon jó példáját láttam annak, hogy az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek, vállalkozók, vállalkozások mit tudnak produkálni, hogyha összefognak és összedolgoznak. Éppen Kistarcsán láttam ezt a példát, néhány nap különbséggel az iparterületen egy megújult nagy csarnoknak az avatásán vettem részt, illetve itt éppen a Csigaházban az internáló tábor megújításáért létrehozott alapítványnak a zászlóbontásán. És látszik, hogy Kistarcsán ez nagyon jól működik. Én azt gondolom, hogy ennek távlata is van, komoly távlata van. Kistarcsa nem eladósodott település, tehát az elmúlt évtizedekben nem vettek föl hitelt. Ennél fogva egy picit most talán rossz idézőjelbe, a rosszabb helyzetben érzik magukat a kistarcsai önkormányzatnál, mint az eladósodott önkormányzatok, de a kormány éppen a napokban különítette nagyon komoly összeget arra, hogy a nem eladósodott önkormányzatok majd pályázatok révén a saját fejlesztési elképzeléseiket meg tudják valósítani. Úgyhogy tulajdonképpen ez a vállalkozói bál, ez egy nagyon jó keret ennek a tudatosítására. A civil szervezetekkel és a vállalkozásokkal való együttműködés pedig azért nagyon fontos és nagyon jól tud működni Kistarcsán, mert azt gondolom, hogy ezek a szektorok, ezek itt már évtizedes múltra tekint, már az együttműködésük évtizedes múltra tekint vissza, tehát úgy látom, hogy itt nagyon jól begyakorlottak ezek az utak. A Kistarcsai Jótékonysági Bálon Maksa Zoltán is fellépett. Lámba persze, piros volt, ott rumogtunk. 15:40-es hajléktalan, menetve szerint, mondom, elindult a lámpától, kis műanyag pohárral a kezében, dugta a kocsi oldalablakaihoz, hogy valamit is pénzt dobjanak be neki.
Volt, aki dologban volt, aki nem, mindegy, odaért hozzám, én az alapot letekertem, egy 100 forintost készítettem, és ahogy betolta a pohárát, beledobta. De érdekes módon a manus semmi nem köszönte, semmi nem ment tovább, hanem elkezdte nézni a pénzt a pohárról. És én éreztem hülyén magam, hogy mi baj van, keresni, vagy mi van. Egyszer csak jött a csoda, belepotolt a pohárába, kivette egy 50 forintost, és visszaadta. Nézek rá, ekkora kerek szemekkel, teljesen tanástalanul, mint egy kis község a szocializmusban. Mondom neki, mi van? Azt mondja, akció van. Számos értékes nyereményt talált gazdára a tombola sorsoláson. A fődíj egy wellness hétvége volt egy egri szállodában. A bálna talpalával óta Prestige Band húzta sokak örömére.